napsütésnél följön egészen az olaj, ilyenkor a legjobb szedni, mivel hogy magas a olajtartalma. A levendula betakarítás folyamatának egy momentumát mutatta be híradónknak a pannonhalmi Bencés főapátság gyógynövénykertjében dolgozó munkatárs. 5,5 hektáron két faj, az angol és a francia levendula aratása zajlik a következő hetekben, kizárólag kézi erővel. Az egyik legősibb gyógynövényből az apátság kertészetében átlagosan 110 liter olaj készül, várhatóan az idei termés is hasonló hozammal kecsegtet. A levendulának a virágjából tudunk olajat készíteni, a levendulának a saját olaját nyerjük ki, és azt pároljuk le a lepárló kis üzemünkbe, ezért a levendulának a teljes virágzásában kell levágni a virágját, amit itt most a hátam mögött is lehet látni, hogy kézi erővel, apró kicsi sarlókkal vágjuk le ilyenkor a virágokat. A levendulából számos terméket előállítanak, így az olaj mellett szappan, szörp, illatpárna, de többek között nyugtató tea is készül. Egy növény csak egy dologra tudunk felhasználni, tehát nem úgy működik, hogy ha lepároljuk, akkor még utána tudnánk belőle valamit csinálni, hanem ezt mindig el kell döntenünk, hogy mit készítünk az adott növényből. És mivel a szárított virágra is szükségünk van különböző termékekhez, szappanokhoz, illatzsákokhoz, egyebekhez, ezért félre kell tennünk bizonyos részét. A növény betakarításával egy időben tart a Levendula Hetek programsorozat, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal fűszerezve, így egy könnyed nyári szórakozás mellett bárki bepillanthat a kert és a lepárló üzem működésébe.